Ferenc József Mell szobrának pénteki avatását követően szombaton és vasárnap a koronázási hétvége programjaival emlékeztek a gödöllőiek és vendégei. A királyi várótól a városi fúvós zenekar vezette a menetet a kastélyhoz. Mögöttük népviseletbe öltözött fiatalok haladtak, végül felbukkant a nosztalgia vonattal érkezett uralkodó pár megszemélyesítőinek hintaja is. Bejáratnál felidézték azt is, hogy a kastélyt koronázási ajándékként kapta a királyi pár. Első Ferenc József! Isten kedvező kegyelméből! Ausztriai császár! Magyar, cseh, dalmát, horvát, tót, Halics, Ladomér, Ráma, Szerb, Kun és Bolgárországot, apostoli, úgy Illíria és Jeruzsálem királya, Ausztria főhercege, Toszkána és Krakkó nagyhercege, Lotaringia, Salzburg, Sejr, Korontán, Rajna és Bukovina hercege. Megkoronáztatásának végezetével Gödöllő kastélyába érkezik, hogy családjával elfoglalja és birtokba vegye a magyar Szent Korona ajándékaként ennek ellemmel és csinnel megépített kastély és kies birtokait. A kastély kulcsát Csíkszentkirályi és Krasznahorkai gróf Andrássy Gyula Magyarország miniszterelnöke nyújtja át az egybegyűlt főrendek és közrendűek ünneplésének közepette. Szombat és a vasárnap műsorokkal, vásári hangulattal, gyermekprogramokkal telt.